Már nagyon régóta készülök arra, hogy könyvet írjak, de sok ponton el voltam akadva, és azért jöttem el, hogy ezeket az elakadásokat, ezeket tudjam kezelni. Nem nagy dolgokon voltam eddig sem elakadva, hanem inkább ilyen apró, kisebb részletek, amik most kezdenek újból a helyükre visszarendeződni. Az én könyvem az egy önéletrajzi novella gyűjtemény. Azért ebben a témában írok, mert erre volt igény. Kicsit több mint 2 évvel ezelőtt volt egy nagy törés az életemben. Egy költözés egy furcsa helyzetbe hozott, és erről elkezdtem ilyen rövid történeteket írni a társasági oldalon, és az ismerőseim ezt felkapták, így lett ebből egy blog, aztán egyre több rövidebb, hosszabb írásmű, és végül mindenki, illetve nagyon sokan kezdték azt mondogatni, hogy írjak már egy könyvet. A gondolkodásmódomnak az átalakítása az nagyon-nagyon fontos. Többször próbáltam ezt rendbehozni, ezt a dolgot, de mindig visszaestem. De alapvetően az egyik kulcsfontosságú dolog az, hogy bőségben nagyban kell gondolkodnom, és nem elakadni az apró piszlicsári részleteken. Én nagyon bízom benne, hogy ebből egy sorozat lesz. Én úgy látom, hogy ez már nagyon kiforrott, annak ellenére, hogy az első része, és hogy az első ilyen alkalom. Számomra meglepő az, hogy ekkora érdeklődésre tart számot, és én azt gondolom, hogy mivel ekkora már az első nekifutásra is az érdeklődés, valószínűleg ez csak több lesz, és arra biztatnék másokat, hogy aki most erről lemaradt, az a következőt már ne hagyja ki.